most ezt le kell bontanom, vagy le kell fejtened, igen. Egy patchwork takaróval és hatalmas szeretettel várta a bátaszéki könyvtár munkaerőgárdája és a helyi varrókör Endrei Juditot. A Magyar Televízió egykori műsorvezetője, egy korszak ikonikus figurája nem először járt a Keresztély Gyula városi könyvtárban. Korábban a Korhatártalanul című könyvét mutatta be az érdeklődő könyvmolyoknak, most pedig új műve kapcsán hívták meg a klub tagjai. Mivel jó a kapcsolatunk, úgy gondoltuk, hogy akkor belevágunk, és őt ismét meghívjuk. Viszont ez ma egy azért különleges alkalom, mert most ez egy rendhagyó találkozó, ugyanis mi keddenként soha nem szoktunk vendéget fogadni, mégpedig azért, mert kedden itt ugye varrókör van. És hát Juditnak viszont így adta volna a programja, hogy neki ez a mai nap, és akkor mondtam, hogy nagyon szívesen vendégül látjuk örömmel, de tudnia kell, hogy itt egy csoport közben kézi munkázik, amin ön annyira belelkesedett. És miközben készültek a szebbnél szebb költemények, Endrei Judit csak mesélt és mesélt, és lassan kiderült, hogyan került a média világába az idegenvezetőnek készülő, egy kis alföldi faluban cseperedő fiatal lány. És kifestett ott az indulóadáskor az a profi sminkes, hát úgy, mikor kinyitottam a szemem, belenéztem a tükörbe, úgy olyan, hát tetszett. Egy komoly felnőttnek lá. Igen, tetszettem magamnak. Kuglics Judit, mert Endrei Judit ezen a néven látta meg a napvilágot Szolnokon 1953-ban, tehát Kuglics Judit akkor került a média világába, amikor főként a televízióból tájékozódtak az emberek, nem volt még internet, okostelefon, számítógép. A 70-es, 80-as években a televíziós műsorok milliókat ültettek a képernyő elé, az ott megjelent műsorvezetőket istenként tisztelték a nézők, a szó legpozitívabb értelmében sztárok példaképek voltak. Közéjük csöppent be a frissen felfedezett Endrei Judit, akinek a hangtónusát, frizuráját, sminkjét minden nő utánozni szerette volna. És az én bemutatkozásom az 76. november 25-én indult el a két stúdió, a pécsi és a szegedi. És hát kimutatott be engem ott, nem más, mint Antal Imre. Négy nő, négy sanzon, a énekel Psota Irén, Tiboldi Mária, Törőcsik Mari és Hámori Ildikó, a sanzonok pedig Ime. Endrei Judit több olyan történetet idézett fel, ami Antal Imréhez köthető. Ilyen volt a televízióban való debütálása, amikor Antal Imre nem tudta megegyezni új kolléga nőjének eredeti nevét. De furcsa neve van magának, mondta. Mondja, hát azért majd figyeljen, amikor élő adásban leszünk, hogy akkor figyelje a szememet, hogyha nem jutna, látni fogja, hogy nem jut eszembe a maga fura neve, akkor mutatkozzon be magától. Na most el tudjátok képzelni azt a pillanatot, hát én akkor annyira izgultam, hogy azt éreztem, hogy így a blúzomon így látszik, hogy ver a szívem, és hát mondanom se kell, hogy nem jutott eszébe a nevem, úgyhogy magamat mutattam be. Endrei Judit olyan műsorokat vezetett a Magyar Televíziónál, mint a Híradó, Ablak vagy a Homokóra. Az új könyvében felidézi ezen műsorok készítését, és természetesen kulisszatitkokat is elárul az akkori média világáról. Az új könyvem ugye az én tévés pályámat idézi fel, azt a 22 évet, ahogy szoktam mondani, egy szubjektív, nosztalgiázó, sok érzelemmel teli könyv, de nem egy visszasírom a múltamat hangulatú könyv. Természetesen benne van az, hogy hogy lettem én televíziós, honnan indultam el, hiszen én egy nagyon kicsi faluba gyerekeskedtem az Alföldön. Mondhatnám, a véletlennek köszönhetem, hogy televíziós lett belőlem. És aztán nem csak magamról beszélek, mesélek ebben a könyvben, hanem sok olyan pályatársról, aki már nincs velünk, de valaha együtt dolgoztunk, vagy ha nem is dolgoztunk együtt, de példaképként tekintek rájuk, színészek, műsorvezetők, riporterek, szerkesztők. Tehát igyekeztem tényleg megfelelni annak a címnek annó az én tévém. Endrei Judit szemüvegén keresztül tekinthetünk tehát a televízió és a művészek világába új könyvében. Gondolkoztam ezen, hogy esetleg érdekes lenne erről szót ejteni. De hát én az a fajta ember vagyok, aki nagyon nem érti, hogy mitől száll föl egy repülés marad az égben, vagy mi történik, hogy most mi itt beszélgetünk, és akkor ez majd egyszer valahol egy dobozban megjelenik, pláne ha most ezt élőben csinálnák.
csinálnánk, tehát fel nem fognám, hogy ez hogy működik, úgyhogy ezt úgy elengedtem olyanoknak, és nem is biztos, hogy az olvasókat mondjuk ez a része érdekelni. Nyilván vannak ilyen utalások, hogy anno, amikor én kezdtem, két nagy böhöm kamera áll, tényleg ilyen hatalmas nagy eszközök álltak velem szemben a bemondó stúdióban, olyan lámpák, amitől szakadt rólam a víz egy-egy adásnap végén, ma meg olyan lámpák vannak, hogy észre se veszem, tehát nem adnak ki hőt, ilyen pici kis kamera, ami most velünk szemben van, tehát a laikus számára azt hiszem, hogy ez pont elég. Endrei Judit akkor kezdett el könyveket írni, amikor úgy érezte, egy korszak lezárult. Azóta 7 könyvet jegyez. Valószínűleg kellett ehhez az, hogy én befejezzem a televíziós pályámat 98-ban, és tulajdonképpen még akkor se nekem jutott eszembe, hogy könyvet kéne csinálni, írni, hanem egy kedves baráti ötlet volt. És az első után se gondoltam, hogy lesz folytatás, de aztán valahogy kedvet kaptam hozzá, megtanultam tulajdonképpen egy új szakmát, hogy hogy kell könyvet csinálni, és ma már szívesen foglalkozom ezzel is. Ha úgy dolgozol, ha örömödet leled, az mindenképpen jó egy ember életében. Üzenete az, hogy ha olyan emberekkel vagy együtt egy csapatban, és én mindig fontosnak tartottam ezt a csapatban való munkálkodást, és ma is szerintem jó, ha az emberek bármilyen munkahelyen vannak, akkor a munkahelyi létnek a harmóniáját, vagy jó légkörét érdemes megteremteni. És hát a harmadik, hogy végezd a munkádat becsületesen. Endrei Judit nem csak könyveket ír. Korábban alapított egy könyvkiadót, alapított egy stúdiót, és kiveszi a részét a Szentendrei kulturális élet szervezéséből is. Azért a média világától sem szakadt el teljesen, legutóbb Détóth Kriszta műsorában láthattuk. Elmondhatjuk, hány éves vagy? Persze, a gyerekektől én minden nap kapok némi oltást. Tényleg? Persze, 65. És hogy mennyi idősnek érzed magad? Szoktál így ezen? Hát ez nagyon közhely lesz, amit mondok, tehát én egy fiatal lánynak érzem magam.